Kedves nézőink, a Remény Hír TV 67. adásában a Máté Szalkai Roma Keresztény Egyesület által megrendezett regionális konferencián elhangzott igehirdetést és dicsőítést láthatják. Horváth Csaba, az Egyesület elnöke kiemelte, hogy a mostani esemény egyik legfontosabb célja az egységteremtés. Szeretnék, ha évről évre növekvő létszámmal rendezhetnék meg a konferenciát. Máté Szalka életében fontos szerepet játszik a pünkösdi közösség, ezért Kovács Sándor országgyűlési képviselő, dr. Hanusi Péter polgármester és Torma Tamás alpolgármester is köszöntötte a jelenlévőket. A konferencián jelen volt és beszédet mondott Sztojka Attila, roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos is. Az igehirdetést Durkó Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház országos cigánymisszió vezetője tartotta, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a valódi béke akkor valósul meg az életünkben, amikor szövetséget kötünk Istennel. Sötétsége átkiáltunk Jézus nagy nevét. Az egész nyádomra ragogjon fel a nép, Jézus. Te drago
Drága kérdez,
Hát nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és köszöntöm itt a, hát azt mondhatom, hogy testvéreimet, hiszen a beszédüket hallgattam, vagy hadd tegeződjünk, hiszen mindenkivel tegeződünk. Amikor a beszédeteket hallottam, akkor hát azt mondtam, hogy nekem már nincs mit mondanom, hiszen mindent elmondottak előttem, amit szerettem volna elmondani. És én is nagyon hálás vagyok azért, hogy eljöhettetek, és azt hiszem, hogy az a egység, vagy az a támogatás, ami itt ebben a régióban tőletek, mint vezetőktől érkezik, az példaértékű, és nagyon-nagyon köszönjük. Az országban nagyon sok helyen vagyunk jelen, de ez a krisztusi és krisztusi szeretet, ez az egység, ez nagyon érezhető, és az a támogatás, amit adtok a közösségeknek, a cigány gyülekezeteknek és a cigány közösségeknek. Köszönjük szépen, nagyon hálásak vagyunk érte, és elárulom, hogy imádkozunk értetek, és a gyülekezeteink imádkoznak értetek, és ott vannak mögöttetek, és ott leszünk mögöttetek ezután is, és nagyon-nagyon szépen köszönöm. Mivel az idő eltelt, én nem fogok túl sokat beszélni, van ötoldalas prédikációm, de ebből nem fogok elmondani mindent, csak néhány dolgot szeretnék kiemelni, és azt hiszem, hogy mindegyik összhangban van azzal, ami már most elhangzott. A János evangéliumának a 14. részéből a 27. versét olvasom. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek, nem úgy adom néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen, vagy másik fordítás, se ne aggódjon. És a Zsoltárok könyve 37. rész 37. verse pedig azt mondja, a jövő a béke emberéjé. Hát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon komolyan kell vegyük a békét, a békességet, hiszen az Ószövetségben is Isten azt mondta, hogy eljön a békességnek a korszaka, és a Mesiás eljöveteléhez hozzáköti a békének, a békességnek a korszakát is, és éppen ezért azt mondja, hogy a békességnek a fejedelme fog eljönni. Jézus Krisztus a békességnek a fejedelme. Jézus Krisztus, aki békességet hoz erre a földre. Jézus Krisztus, aki békét teremt ezen a földön. És a békesség az nem a háborúnak az ellentétje. Mi úgy gondoljuk, hogy van a háború és annak az ellentétje a béke, vagy van a béke és annak a ellentétje a háború. Ez nem így van, mert a béke, a shalom, az egy szövetségi kapcsolat. A shalom, a béke, az egy szövetségi kapcsolat, amelyel szövetségben vagyok az Istennel. Az Isten szövetséget kötött velem, és ez a szövetség, ennek a szövetségnek a gyümölcse a békesség. Ennek a szövetségnek a gyümölcse, hogy a békesség fejedelme ott van az én életemben, és békét teremt bennem, békét teremt körülöttem, és én pedig a békesség embereként békét hozok a környezetemre. Ahol Krisztus jelen van, minél inkább Krisztus jelen van az ember életében, annál inkább jelen van a békesség. És minél inkább háborúság van az embernek a szívébe, annál inkább nincs, vagy távol van az Istentől, annál inkább távol került az Isten jelenlététől, mert az Isten a békességnek a fejedelme, Jézus Krisztus a békesség fejedelme, és ő ezt hozta el nekünk. És éppen ezért arra is nagyon nagy hangsúlyt fektet a Biblia, hogy mi pedig a békesség teremtők vagyunk, és a békéltetésnek a szolgálatát bízta ránk az Isten. És gondoljuk csak bele, hogy milyen sok feszültség van családon belül, milyen sok feszültség van testvér és testvér között, milyen sok feszültség van gyülekezet és gyülekezet között, milyen sok feszültség van politikai pártok között, milyen sok feszültség van cigányok között is. Az az ember, aki Krisztusban van, az békességre jutott az Istennel, és ő maga a békességnek az embere. És egy nagyon fontos dolog, amit szeretnék hangsúlyozni. Jézus, amikor kiküldi a tanítványokat, akkor azt mondja, hogy ha bementek egy házba,
akkor a békességet hirdessétek, mondjátok azt, hogy béke legyen ennek a házon, ezen a házon. És hogyha nincs ott a békességnek a fia, nincs ott a békességnek az embere, akkor gyertek onnan el, és hagyjátok ott azt a házat, és az a békesség, amit kimondtatok, az vissza fog szállni rátok. Tehát, hogyha valaki nem fogadja el a békességet, akkor az nem az én hibám, nekem a békességre kell, hogy törekedjek, és békességben kell, hogy éljek az embertársaimmal. És béküljetek meg egymással. És béküljetek meg az Istennel. És béküljetek meg, hogy egység legyen. Hogy Istennek a szeretete kiáradhasson közöttünk. No, hát itt lapozok sokat. A békesség az nem politikusoknak, vagy nem forradalmároknak az eszköze, és nem politikusok, és nem forradalmárok fogják elhozni a békességet, hanem a békesség egyedül az Istennel való szövetségem, az Istennel való szövetségi kapcsolatom. És Isten az ő szövetségét soha meg nem töri. Én kiléphetek ebből a szövetségből, de Isten az ő szövetségét nem töri meg. És ezt a szövetséget hozta el, a békességnek a szövetségét. És legyen béke a cigányok között. És legyen béke Magyarországon. És legyen béke a cigányok és magyarok között. És legyen béke az a béke, amely Istentől jövő béke. És az a béke, ami kiárad az én életemben mások felé. Hát ennyit a békességről, és itt megint oldalakat lapozok, de a jövő kicsodái a béke emberéjé. Ha akarod, hogy legyen holnapod, ha akarod, hogy legyen következő lépcsőfokod, ha akarod, hogy a jövőd megalapozott legyen, és erős legyen, a jövő a béke emberéjé. És hogyha te a béke embere vagy, a békességnek az embere vagy, akkor van jövőd. Ha a békétlenségnek az embere vagy, a háborúságnak az embere vagy, akkor nincs jövőd. Mert a harag, az indulat, az mit csinál az emberbe? Felemészti magát. Hogyha én haragszok az én testvéremre, akkor kinek okozok kárt saját magamnak? Mert én nem fogok örülni, mert én nem fogok hálás lenni, mert engem emész belül a dolog, mert én nem fogok tudni aludni, mert nekem lesz bajom a gyomromnak, és így tovább, mert haragszok az én testvéremre. Hát megéri, hogy rosszat csináljál magadnak? Megéri, hogy békétlenségbe éljed az életedet? Hát nem! Békülj meg az Istennel, és békülj meg az embertársaiddal! És hogyha békében vagyok az embertársaimmal, akkor békében vagyok az Istennel, és fordítva, hogyha békében vagyok az Istennel, akkor lehetetlen, hogy ne legyek békében az embertársaimmal is. Amen. Arra törekedjünk, ami a békességet és az épülést szolgálja, mondja Róma 14:19. És a lélek gyümölcse is, a szellemnek a gyümölcse, a lélek gyümölcse, ugye szeretet, öröm, békesség. Tehát ha a Szent Szellem benned van, akkor annak a gyümölcse a békesség. És minden fa olyan, amilyen gyümölcsöt terem. Rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt, és jó fa nem teremhet rossz gyümölcsöt. Gyümölcseiről ismeritek meg a fát, hogyha nincs benne a békesség, akkor nincs benne a Szent Szellem. Ha nincs benned a békesség, akkor nincs benned a Szent Szellem. Nincs benned Istennek a jelenléte. Mert Isten jelenlétével nem fér össze a békétlenség, a harag, az indulat, az ellenségeskedés, és így tovább. Oké? Okay, amen? Na jó. Akkor nézzünk egy másik területet. Kezd el másképp látni a dolgokat. Tudjátok, mi a baj? Az a baj, hogy van egy probléma, rákoncentrálunk a problémára, rákoncentrálunk arra a dologra, amely körülvesz bennünket, és begörcsölünk, és nem látjuk a megoldást, nem tudjuk, hogy hogyan lehet tovább menni, és az a probléma van előttünk. De hogyha elkezded máshogy látni a dolgot, akkor meglátod a megoldást, meglátod a problémának a gyökerét. Akkor meglátod, hogy valami egészen más van ott, mint amit te addig gondoltál, vagy láttál.
És hogyha azt nézed, hogy kik vannak körülötted, a körülményeidet nézed, az embereket nézed magad körül, a problémáidat nézed, akkor nem lesz megoldás. De hogyha fölnézel Jézusra egy más perspektívából, fölnézel Jézusra és egy más perspektívát látsz, és fölülről nézed a dolgokat, fölülről minden más. Fölülről látod azokat az összefüggéseket is, amit fizikai szinten, földi szinten nem látsz. És azt mondja az ige, hogy mi ültetettünk a mennyekbe a Krisztussal. A mi helyünk jelen pillanatban hol van, a mi helyünk a mennyben van, a Krisztusban vagyunk. És hogyha Krisztusban vagyunk, akkor Krisztus szemével lássuk a dolgokat. Krisztus szemével lássuk a történéseket, Krisztus szemével lássuk az embereket. Krisztus szeme legyen az, amelyen keresztül látunk dolgokat, és hogyha más perspektívából, más látószögből nézed az életedet, akkor azt mondod, hogy megváltott az Isten. Szeret az Isten, feladatot bízott rám az Isten, képességeket adott nekem az Isten, szorgalmat adott nekem az Isten, és én megyek, és teszem, és csinálom, és megváltoznak a dolgok körülötted. Aki hisz, annak bensejéből mi fog folyni? Élő víznek folyamai. Mi fog folyni abból, aki hisz? Élő víznek folyamai. És hogyha kikerülsz egy száraz része, most néhányan voltatok Izraelben, és láttátok a pusztát. A puszt, ahol semmi nincs. De hogyha ott fölfakad egy forrás, ott fölfakad valami, ami azt megöntözi, azt a száraz területet, akkor mi lesz? Ott egy oázis lesz. Kinő a fű, kinőnek a fák, és víz lesz, és élet lesz. És azt mondja az Isten, hogy ha hiszel, akkor a te környezetedben az élő víznek folyamai fölfakadnak, és megváltozik a környezeted. Te vagy az az ember, akin keresztül megváltozik a környezeted. És ne okold a környezetedet, hogy azért, mert a környezetem ilyen, azért vagyok ilyen. Te változzál meg, és a környezeted meg fog változni. Te változzál meg, és minden megváltozik körülötted. Na, még egy dolog. Nem sokat fogok már beszélni. Legyen királyság gondolkozásod. Mert a mi országunk nem ezen a földön van, ez elhangzott már. A mi országunk fönt van. De mi Isten királyságának a polgárai vagyunk. És hogyha Isten királyságának a polgárai vagyunk, akkor kit képviselünk? Istent képviseljük, Isten királyságát képviseljük. És legyél a királyságnak az embere. És ahol Isten jelen van, ott jelek történnek, csodák történnek, változások történnek, ott valami egészen máshogy fogsz hozzáállni a dolgokhoz, mert te fölülről kapod az utasítást, fölülről kapod azt, hogy mit és hogyan kell csinálnod, és nem az emberekre figyelsz, és nem önmagadra figyelsz, nem a vágyaidra figyelsz, hanem az Istenre figyelsz. És te nagykövete vagy az Isten országának, aki képviseli Isten országát itt ezen a földön, és felmutat ő rá. Ő az én Uram. És ő az, aki tud segíteni rajta. Ő, aki meg tud gyógyítani, meg tud szabadítani, be tud tölteni, aki a szükségeidet betölti, és ő az, aki minden dolgot meg tud valósítani az életedben. Oké, és még utolsó előtti dolog. Van-e remény Európának? Van-e remény Magyarországra? Igen. Nézzétek meg, a kommunizmus nagyon hirtelen leromlott, vagy lebomlott. Összedőlt. Nagyon hamar összedőlt. És ha megnézzük a nagy világbirodalmakat, nagyon hamar összedőltek. A római birodalomtól kezdve, ha visszafele megyünk, vagy előrefele megyünk, a birodalmak nagyon-nagyon hamar összedőltek. De Isten királysága minden birodalom fölött van. És lehet, hogy Európa össze fog dőlni. Magyarország meg. Pontosan. Tehát pont ezt szeretném kihangsúlyozni. Hogy
Ha összedőlnek körülöttünk dolgok, amikbe eddig kapaszkodtunk, Isten országát képviseljük, és Isten országa megtart bennünket. És megtartja az országot is. Megtartja azt a helyet is, amiben élünk, és megtartja a cigány népet. És hadd mondjam el az álmomat, jó? Elteszem ezt a jegyzetemet. De az veszélyes, mert akkor többet fog beszélni, de nem. Szóval az álmom az, és nem csak az álmom, hanem hiszem, hogy Isten kijelentése az, hogy Isten a cigányokat felemeli. Mert hogy sok utolsóból lesz első, ezt mondja az ige. És a cigányok mindig is utolsók voltak, mindig is lenézettek voltak, mindig is olyanok voltak, akiket azt mondták, hogy nem foglalkozunk vele. De tetszett az Istennek, hogy sok utolsóból első legyen. És a cigányság lesz az a nép, amelyben azt mondja az ige a Máté 28-ban, hogy menjetek el tehát, és tegyetek tanítványokká minden... Mit? Még egyszer, mit? És mit tanítunk mi? Az egyházainkban, a templomainkban, a gyülekezeteinkben? Mit, hogy tegyél tanítványokká embereket? És itt mond az ige? Azt mondja, hogy tegyetek tanítványokká minden népet. Én nem láttam a világtörténelemben, hogy valamelyik nép tanítvány lett volna. De hiszem, hogy egy cigány nép tanítvány lesz. Hiszem, hogy egy cigány nép tanítvány lesz. És ez azt jelenti, hogy a cigány nép lesz az, amire azt mondják, hogy hogy történhetett, hogy kutyából nem lesz szalonna, hát de mégis, hogy történhetett az, hogy Isten így felemelte a cigányokat, hogy történhetett az, hogy az, aki írástudatlan volt, az, aki senki volt, az, aki megvetett volt, az, aki az utca szélén állt, az, aki a sövények és bokrok mellett volt, őt felemelte az Isten, őt használja az Isten. És ez az, ami erőnk, ez a mi jövőnk. És amiről Attila beszélt, a drága barátom, kormánybiztos úr, ha Isten királyságát képviselem, akkor Isten királyságát képviselni kell a parlamentben, akkor Isten királyságát képviselni kell a testületben, akkor Isten királyságát képviselni kell az utcán, a bíróságokon, a hivatalokban, mindenütt Isten országát képviselni kell, ahova helyezett téged az Isten, ott képviselni kell az Isten országát és Isten királyságát. És jönnek a választások. És én nem politikai beszédet akarok mondani. Én lelkész vagyok, én misszióvezető vagyok. De Isten azt mondta, hogy a cigányoknak ott kell legyen kulcs fontosságú pozíciókban. És kell, hogy készüljetek arra, hogy induljatok választásokon, hogy a cigány önkormányzatok vezetői hívő emberek legyenek, hogy a testületekbe hívő emberek kerüljenek be, hívő cigányok kerüljenek be, hogy a parlamentben is hívő cigányok kerüljenek be, és a testület, vagy a politikusok, akik pedig ezt az értéket képviselik, azt az értéket, ami a mi értékünk is, a Krisztus, az Isten igéje, az Istennel való közösség és kapcsolat, támogassátok, legyetek ott mellettük, és szavazzatok rájuk. Mondom, hogy ez nem politikai rendezvény. De tudjátok, amikor Círus király elrendelte, hogy Jeruzsálemet újra kell építeni, akkor adott pénzt, paripát, fegyvert, mindent. És az, hogy a kormány ad az egyházaknak, hogy a kormány ad a cigányoknak dolgokat, ez nem Istentől nem Isten ellenes dolog, nem Biblia ellenes dolog. Sokan azt mondják, hogy nem, mi nem fogadunk el. De Isten titeket akar használni. És hogyha a kormányok megadja ezt a lehetőséget, akkor használjátok ki. És hogyha nem adja meg, akkor is használjátok ki azt a lehetőséget, amit Isten ad, aki minden kormány felett van. És bármi fog történni, az ő királysága nem fog meginogni. Az ő királysága megmarad örökké. Úgyhogy drága testvéreim, készüljünk, mert nagy dolgok jönnek, készüljünk, mert
Ugye meghirdettem azt, hogy 3 éven belül duplázódjon meg a gyülekezeteink száma. Most 150 gyülekezetünk van. Év elején még 130 valamennyiről beszéltem, és van legalább 20-30 házicsoport, ami már indul. Úgyhogy az, amit kimondtam, úgy tűnik, hogy elkezd működni. És ezt nem én csinálom, ezt Isten csinálja rajtatok keresztül. Ez Istennek a munkája. És hogyha ilyen sokszorozódás van, duplázódás van, akkor lesz a sokszorozódás, tehát most megduplázódunk 3 év, aztán megint 3 év, megint megduplázódunk, aztán vakarják majd fejüket ott Budapesten, hogy mi van ezekkel a cigányokkal. Mert Isten hatalmas. És mi pedig az ő szolgái vagyunk, úgyhogy legyetek bátrak és erősek. És nagyon-nagyon köszönöm a hozzáállásokat, köszönöm a szereteteteket, és jobban nem tud szeretni valaki, mint a cigány emberek, ők tudnak szeretni. És hogyha cigány emberek szeretnek benneteket, akkor igazán szeretve vagytok. Az én feleségem is cigány, úgyhogy én tudom, hogy jobban nem tud szeretni valaki, mint egy cigány. Úgyhogy tényleg hálás vagyok azért, hogy szeretve vagytok, és úgy álltok ott azon a helyen és azon a poszton, ahova Isten helyezett benneteket, hogy lehet szeretni benneteket. És nem is azért, amit sokszor népszerűtlen intézkedéseket kell tenni, hanem azért, mert olyan emberek vagytok, akik ragaszkodtok az Istenhez. És ragaszkodtok a hithez. Nagyon szépen köszönöm. És legyetek áldottak, és hát kedves Attila, mi meg dolgozunk tovább együtt. És építjük azt, amit. És ott vagyok, és ott vagyunk, és a gyülekezeteink is ott vannak, hogy az az állam, amit te kaptál, az egybevág azzal, amit mi kaptunk. Úgyhogy egy az utunk. Isten áldjon meg téged, és mindenkit áldjon meg. Köszönöm szépen. Nem akarsz lemaradni a Remény Hír TV legújabb adásairól, illetve a Cigánymisszió legfrissebb eseményeiről, iratkozz fel csatornánkra!